hajszolt tervek, hajszolt végzet. Látom, ahogy kész van minden álmom ideben. Lesz, ami felépül, lesz, ami úgy marad, lesz, ami megszépül majd egy perc alatt. Ahová most megyünk, ott senki nem volt még, ha közben lemerülnénk, lesz bennünk tartalék. Egyszer elhúzunk nyugatra, hogy ellopjuk a napot, kereten összeállnak újból a széteső darabok. Ott és akkor együtt mindent kezdünk erőről, és majd építünk, építünk valamit a semmiből, és majd építünk, építünk valamit a semmiből. Félkész rajzok, két kéz alkot, papíron a képzelt vázlat. Vendégünk a stúdióban a Zola, szia! Jó estét, sziasztok, köszi a meghívást! 8 év után jelentkeztél a szólódallal, ami egy elég hosszú idő. Igen. Persze közben is sokat zenéltél, hiszen ott van a New Level Empire. Így van. Miért döntöttél úgy, hogy most mégis itt az ideje új dalokat megjelentetni szólóban is? Jó a kérdés, meg köszi szépen, tele volt a polc, tehát meg a fiókom. Igazából én az elmúlt 8 évben is ugye hiába zenekarral tevékenykedtem, meg tevékenykedem folyamatosan. Az ember valahogy mindig írogat magának. Tudod, ül a sarokba, sötétbe, és akkor csendben írogat magának, és akkor tudja, hogy ezek nem lesznek zenekari dalok, mert túlságosan személyesek, és teljesen más öltözék kell nekik. Ezek a dalok így gyűlnek folyamatosan, és egyszer csak azt gondolod, hogy akkor most megint úgy ki vagy rá éhezve, és van benne egy ilyen gondolat, hogy most ki kérem magadból ezeket adni, meg kiírni magadból egy csomó dolgot, és úgy éreztem, hogy most 8 év után szerintem ez még megint így időszerű lenne, és ezt a dalt szántam első ilyen debüt dalnak, 8 év után, ahogy mondtad is. De akkor fejtsük is meg, hogy mit írtál ki magadból ezzel a szerzeménnyel, mit jelent ez számodra? Ha valamit a semmiből, egy nem egyszerű dal, én ezt tudom, de erről beszélgettünk már privátban, ugye, ez nem egyszerű dal, nem egyszerű videóklippel, de ez cél is volt. Nyilván a dal ösztönösen született, egyébként kb. 2 évvel ezelőtt írtam, és vannak dalok, meg dalszövegek, amiket nem tudok visszaemlékezni rájuk, hogy hogyan írtam, egyszer csak így jön, így kigurult belőlem. És megmondom őszintén, hogy ez egy nagyon komplex dal, ez egy személyes sztori, tehát személyes dolgozt fel igazából, és benne van minden, tehát benne van az életút, a választások, nem azok, hanem az életút választások. Az életút választások. Így van. Benne vannak a célok, újrakezdés, a valamit felépíteni valamiből, és igazából az egész dal erről szól, és ezért próbáltam lemodellezni a 4 égtájra például. És nagyon sok minden be lehet hallani. Én úgy vagyok vele, hogy nem akarom az embereknek a fülébe adni azt, hogy ez pontosan miről szól, mit jelent, mert abban hiszek, hogy mindenkinek, ez egy szubjektív dolog, mindenkinek jelentse azt, ami számára ebből kihallatszódik. Úgyhogy de valóban egy személyes kalandról van szó, igen. Említetted már ezt a nagyon egyedi képi világú klippet, amit te is rendeztél. Hogyan valósult meg ez a videó? Milyen sztorit álmodtál meg ehhez a dalhoz? Ez egy négyszeresen osztott képernyő és egy snittes, ugye minden egyes képkockát egy snittben látunk, tehát vágatlan, és ez egy félig visszalasított verzió, mindez berakva egy időhurokba. Ez egy időhurok sztorit dolgoz fel. Úgyhogy azért mondtam, hogy nehéz megemészteni, mert nagyon kell rá figyelni, hogy most akkor mi hogy történik. Én négyszer egész néztem meg, hogy igen, hogy mind a 4 sztorit egyesével lássam, igen. És akkor összeállt a kép. Régóta gondolkodtam már ilyesmi, valami ilyesmi klipet szeretnék egyszer csinálni, és a dalhoz remek választás volt ez a fajta képi világ, ez a fajta nagyon érdekes, matekos, agyalós dolog. És igazából ennek a klipnek érdekesége az, hogy nem az utómunkája sok, hanem az előmunkája. Tehát ezt kitalálni, végigmodellezni, ugye minden egyes folyamatot 1 perc, 40 másodperc alatt kellett végigcsinálni. Na most ugye előttem, mikor én csinálom ugye az ásást, vagy bármilyen más dolgot a videoklipben, előttem ugye Gerocs Balázs operatőr kollega barátom, ugye pedig jön, és megy hátrafelé, nehéz terepen, ugye azt a klipből is kivehető, nehéz terepen. Szóval nem volt egyszerű ezt megcsinálni, viszont ez egy érdekes misszió volt mindenféle szempontból. Kifogni ezt a szép időt, a napsütést,
ezt a szép őszi napot, tényleg lemodellezni a különböző folyamatokat, és a négy képkockát összerakni, hogy akkor az hogy áll össze egy sztorivá, ez egy baromi érdekes, izgalmas dolog volt, és örülök, hogy meg tudtuk valósítani. Ez a dal tulajdonképpen a készülő nagy nevezet előfutára is, és ez abból a szempontból is egy személyes projekt, hogy az összes megszólaló hangszeren te játszol. Miért volt fontos számodra, hogy mindent te tarts kézben? Mert egy egoista állat vagyok. Nem is vártam mást választ tőled, amúgy Zola. Nem, viccelek. Ez egy egyszemélyes kaland, és az a jó az a művészi önkifejeződésben, meg az a művészi önmegvalósításban, hogy nincsen senkinek beleszólása. Tehát azt csinálsz, amit akarsz igazából, és mivel nagyon szeretek a hangszerekkel ügyködni, gyerekkorom óta egyébként, érdekes kaland ezt kipróbálni, hogy mit tudsz hogyan összerakni. Egyenlőre minden hangszeren játszom, valószínűleg lesznek majd olyan performanszok, amikor kell majd, vagy szükség lesz egy vendégzenészre, egy profi vendégzenészre, de egyelőre minden dalt úgy hangszerelek meg, hogy magam meg tudjam szólaltatni, a dobtól, a gitárokon át, a zongorán keresztül, még a szájharmonikán is, úgyhogy ez érdekes dolog. Mi volt a kérdés, hogy nekem ez miért fontos? Igen. Valószínűleg ez a 100%-os művészi önkifejeződés miatt fontos szerintem. Hogy azt érezzem, hogy a saját gyermekem, hogy ezt én hoztam létre, ugye valamit a semmiből, úgy kötő, mint a nagymama. Szóval, hogy ez szerintem azért is fontos, és ahogy azt mondtad, igen, hogy a készülő felhakítva nagy lemeznek az előfutára a dal, úgyhogy én most folyamatosan dolgozom, magam is, meg ugye a zenekar is, a New Level Empire is dolgozik, hiszen azt a két dolgot szeretném ugye egyszerre egy időben párhuzamosan, szépen szinkronban folytatni. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél, és izgatottan várjuk majd a lemezt. Én köszönöm szépen, sziasztok!